Több hetes felkészülés és jó néhány torna után vasárnap már bajnoki pontokért lépnek dobóállásba a nyíregyházi tekézők. A főpróbát a hagyományoknak megfelelően a szlovákiai Saliskupán tartotta az NTK. Nagysároson két játékos is elérte a bűvös határnak számító 600 fát, ami mindenképpen biztató a nyitóforduló előtt. A várakozásokon egy kicsit túlmutatóan sikerült produkálnunk, úgy gondolom, elsősorban az egyéni teljesítmények kapcsán, ugyanis a Magyarósi Péter 604 fája, illetve a Hakker Dezső 600 fája messze kimagasztódott az egész mezőnyből, csupán tőlünk sikerült 600 fa feletti dobásokat produkálni, míg csapatban egy 60 fával maradtunk le a hazai A csapattól, de így is a harmadik helyen zártunk, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen biztató a jövőre nézve. Természetesen még azért a többieknek a Hakker-Magyarósi pároson kívül makadtak még csiszolnivalóik, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő hétvégére már ezek a kis lemaradások is most már behozásra kerülnek. A nyári szünetben három játékossal erősödött a csapat, Hakker Dezső, Hete István és Magyarósi Péter tért vissza az NTK-hoz, így a szurkolók szerint bajnok esélyessé lépett elő a nyíregyházi gárda. Azért a bajnoki címről beszélni még nagyon korai, főleg annak tudatában, hogy a Szegvár, illetve a Salgótarján csapata mindenképpen komoly erősítéseket hajtott végre. Ők is szeretnének bajnoki címet szerezni ebben a szezonban. Természetesen mi is csak így indulhatunk neki minden egyes bajnoki évnek, hogy szeretnénk bajnokok lenni, azonban úgy gondoljuk, hogy ez fél időben fog úgy kitisztázódni, hogy melyik csapat hova tagsálható, és nem beszélve arról, hogy inkább az utolsó három fordulóban lehet már azt látni, hogy valóban ki lesz a bajnok. Én nagyon bízok benne, hogy fél időben ott leszünk az első két helyek valamelyikén, és a végelszámolásban nagyon-nagyon nagy vágya a csapatnak, hogy akár az első helyen végezzünk. Vasárnap 11 órai kezdettel a Szuperligából kiesett, megfiatalított Oz látogat a Városi Stadion Tekecsarnokába. Mivel az NTK hazai pályán több mint 6 éve veretlen, Kósáik egyértelmű esélyesei a párharcnak, sőt, ha mindenkinek kijön a lépés, akár még a pályacsúcs is veszélybe kerülhet.